A Szabadka külvárosánál található maghetesi erdőbe folyamatosan jönnek a migránsok. Napközben nem látni őket, a helybeliek szerint azonban éjszakánként nagy a jövésmenés. Én előttem is szoktak eljárni, keresik a járatot az interneten keresztül. És hogy hova jutnak, nem tudom. De nem értem azt, hogy ha elviszik őket be, és beviszik el, mit tudom én, milyen helynek mondják azt a városba. A befogadó központba? Olyan úgy valahogy mondják azt, hogy jutnak vissza, hogy jönnek ki. Az erdő érdekli őket, ezt nem értem, hogy miért. Fegyveresek, meg sőt, hogy cserélnek fegyvert. Az erdőben hamu, tüzelésre kivágott fa, elhagyott pokrócok jelzik a migránsok vonulási irányát. A maghetesi erdő alatt élő emberek azt mondják, a taxisok általában esténként 10-15-ös menetoszlopban hordják be az erdő mélyébe a migránsokat a mögöttem látható útvonalon. Azt is hozzáteszik, hogy egy-egy járműben akár 5-7-8 migráns is megbújik, illetve elrejtőzik, és ilyenkor a hatóság emberei egyre nehezebben tudják felkutatni az illegális migráns táborokat is, hiszen az erdő kizöldült, tehát nagyon nehezen lehet rálelni ezekre az illegális sátortáborokra. A Palicshoz közeli Tőzegbánya erdőben, amely a magyarországi ásotthalom tanyavilágával határos, szintén jelen vannak a bevándorlók. Ez a migráns problémák megint terjednek tovább, és minél többen is többen szaporulnak. Éppen egy hete itt a szomszédba is a vikendházat betérték világos nappal délután 4 óra körül. Szétverték az ablakokat, az ajtót, mindent kiloptak belőle. Ordibáltam rájuk, elszöktek, de mind olyan bitangok, hogy egyszerűen nem lehet vele bírni, olyan vadak, nem tudom, csak azt nézik, hogy kitámadjanak, meg mit lopjanak. Az erdőben egy-egy nagy sátorban állítólag 40-50-en is vannak a bevándorlók. A Tőzegbánya erdőbe is taxisok hordják őket.